Rádióért szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb Szeretlek Székehíd című adás, a mikrofonnál Rupacsics Judit Csilla, és nem egyedül ülök itt a stúdióba, hanem itt van velem szeretett vendégem, aki nem először vendégeskedik itt a rádió stúdiójában. Köszöntelek, Kati. Szia. Olá Katalinról beszélek, ugye, aki tanítónéni itt Székehídon, és most erről az oldaláról szeretnénk egy kicsit többet megtudni, nem arról az oldaláról, hogy a Tini Dance Centernek a vezetője évek óta, hanem van itt Székelyhídon nem olyan rég nekünk egy Lego termünk, és ehhez a Lego teremhez tartozik egy nagyon jó és nagyon bevált módszer, amivel a gyerekek sokkal könnyebben tanulnak meg bizonyos dolgokat, és hát én erről szeretnék többet megtudni, meg hát remélhetőleg a hallgatók is. Úgyhogy át is adom a szót Katinak, ez most egy ilyen érdekes interjú lesz. Szóval mit is kell tudnunk nekünk erről a Lego módszerről? Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szívesen mesélek róla, hiszen nekem is egy nagyon fontos és szerintem rendkívül hatékony módszer az, amiről most majd mesélni fogok. A Lego matek, így egyszerűen, egy olyan nagyon különleges játék, ami végül is fantasztikusan sok irányból fejleszti a gyerekeket. Azért mondtam azt, hogy játék, mert legtöbben automatikusan azt mondják erre a szóra, hogy Lego játék. Igen, én meg is mondom mindig, hogy természetesen. Ez egy játék, de ez egy olyan játék, főleg így ebben a módszerben, ahogy ki van dolgozva, amely által a gyerekek egy nagyon sokoldalú fejlődésen tudnak keresztül menni. Igen, az az igazság, hogy engem is foglalkoztatott ez a dolog, és azt is tudom róla, hogy egy amerikai tanítónéni vezette be, és az ő ötletéből indult ez az egész. Egész egyszerűen bevitte a gyerekeknek, az otthoni, az ő saját gyerekeinek a Lego készletét, és akkor ezzel kezdte el a matematikai módszereket tanítani, matek órákat tartani, és ezt a gyerekek nagyon élvezték, és azt is tudom, hogy ugye egy együttműködés révén jutott el ez a módszerről hozzánk, mégpedig az Edelényi görög-katolikus iskolából. Erről is tudsz nekünk mesélni. 2018. októberében, tehát éppen egy éve körülbelül, amikor először találkoztam a Lego matek oktatással az Edelényi Szent Miklós görög-katolikus iskolában, ahová igazából nem is akartam elmenni. Tessék. És nagy tiltakozásom ellenére végül azt mondták, hogy de, menjek, mert biztos fog tetszeni nekem. És attól a perctől kezdve, hogy először megláttam ezt a tanítási módszert, totálisan elköteleződtem mellette, mert úgy éreztem, hogy egy olyan új oktatási, alternatív oktatási módszert találtam, ami teljesen illik abba a koncepcióba, amely szerint én tanítom a gyerekeket már 32 éve. Nekem van egy jelszavam is, hogy legyen élmény a tanulás. Ne csak egyszerű töltsérrel a gyerek fejébe töltjük be az anyag tudásanyagot, hanem próbáljuk meg különlegessé, élvezetessé tenni, úgy, hogy ne is vegyék észre azt, hogy dolgoznak. Tehát Edelényben találkoztam egy fantasztikus pedagógus csoporttal, akiket szeretnék most itt külön is említeni, hiszen ha nem tőlük látom ezt, akkor valószínűleg nem is vettem volna én is át a stafétát.
külön kiemelem és köszönöm a segítséget, a kitűnő bemutatókat és a jó magyarázatokat, a türelmet ezeknek a pedagógusoknak, akik Szabolcsné Kossuth Katalin tanítónéni, Hausmanné Cipa Márta, ő is tanítónő, a kicsiknek oktatják a Lego matekot, Kállai Balázs, Dudás Tamás, ők már a nagyobb koros korcsoporttal foglalkoznak, és robotikát is tanítanak a gyerekeknek. Barta Józsefné Erzsébetnek, aki az óvodában alkalmazza a Lego matek oktatást, és végül, de nem utolsó sorban Barta József igazgató úrnak, hiszen tőlük egy hatalmas ajándékot kaptam én, általam pedig a székelydi gyerekek is. Amit itt ebben az iskolában tapasztaltam, annyira példaértékű számomra, és nagyon jó volna, ha minél több kollégának is át tudnánk ezt adni, hiszen ők annyira lelkesen és szívvel, lélekkel foglalkoznak a diákjaikkal ott, hogy ezt tovább kell mi is vigyük, ezzel a módszerrel, aminek a lehetőségei adottak most már itt Székelyhídon is, hiszen novemberben 2018-ban megnyitotta a kapuit a székelyhídi Lego terem is, és fel van szerelve mindenféle eszközzel, ami szükséges a Lego tanításához. Nekem az lenne a kérdésem, hogy oké, mennyire elérhető ez a többi tanár számára, tanító számára a Lego terem, vagy van ennek a teremnek egy állandó használata, vagy pedig be van osztva, hogy mikor kihasználhatja. Mert ugye azért ezek az eszközök végesek, amik itt Székelyhídon találhatók. Én is jártam az Edelényi iskolába, hát azért valljuk be őszintén, hogy ég és föld a kettő iskola, már anyagi körülményekre gondolok. Azt nem tudom teljes bizonyossággal, hogy a kollegiális viszony itt a tanítók között milyen, ott amennyit én láttam belőle, már az edelényiekről beszélek, ők nagyon tudnak egymásról, és nagyon odafigyelnek egymásra. Szerintem a kollegiális viszonnyal nincs probléma. Itt is kiváló tanítónők dolgoznak a mi iskolánkban, nagyszerű pedagógusok, hatalmas tapasztalattal. A Lego teremnek az ajtaja effektív bárki előtt nyitva áll. Elkészítettünk már egy kezdetleges programtervet is, hogy ki mikor menne be, mikor szeretne az osztályával, hogyan tudják beilleszteni az oktatási rendszerükbe, az órarendjükbe a Lego órákat, és kivitelezhető az, hogy bárki bejusson a terembe. Tulajdonképpen a Lego matekot nem minden matematika órán használjuk, hanem csak kiegészítéseképpen a hagyományos óráknak. Tehát hetente, ha egyszer a gyerek Lego matekozik, az már bőven elég ahhoz, hogy az adott témakörhöz, amit azon a héten tanulunk, felfedezze a dolgokat, jobban gyakorlati úton eljusson ahhoz a tudáshoz. Azon kívül persze élmények útján is, hiszen mekkora élmény az, hogy ott játszik, legózik, és közben tanul, amit ő észre sem vesz. Ott van az okostábla is, amit használhatnak, mert annak tehát minden Lego matek órának a programjához tartozik egy okostábla alkalmazás, ahol az a feladatlap, amit a gyerekek dolgoznak, megjelenik az interaktív táblán is, és a gyerek kimegy, bemutatja, hogy ő hogyan közelítette meg azt a kérdést, hogyan oldotta meg az adott feladatot. Mindenki a saját elképzelése alapján szinte minden feladatnak, de nem mindegyiknek, tehát majdnem mindegyiknek több megoldási lehetősége van, és ez általában úgy is szokott lenni, hogy mindenki a saját gondolkodás módja szerint közelíti meg az adott problémát, és aztán, ha kimegy a táblához, ott be tudja mutatni, hogy ő hogy csinálta, hogy oldotta meg, az osztály megnézi, kielemezzük együtt, utána a következő gyerek egy teljesen más szemszögből közelíti meg, és mekkora szuper dolog az, hogy az eredmény az ugyanaz, tehát ugyanahhoz a jó
eredményhez el lehet jutni több irányból. Igen, ez fantasztikusan növelheti a gyerekeknek a gondolkodó képességét, és az elvont gondolkodásmódot szerintem fejleszti, és az, hogy manipulatív jutnak hozzá bizonyos dolgokhoz, mert ugye a legók azok azért kockából vannak, és azokból lehet építeni, meg a színeket meg lehet különböztetni, különböző feladatokat. Igen, lehet megoldani tapintás, vele. A tapintás, a látás is ugyanakkor, a hallást hallják az utasításokat. Van olyan feladat, amit a kicsik, tehát az osztályom tavaly lényegében nulladikos előkészítő osztályosok voltak, nem tudtak még egyáltalán olvasni, csak meghallgatták a feladatot, és aztán látták, ahogy az okostáblán megjelent az a feladat, vagy ahogy le volt a feladatlapra írva, rajzolva, és a grafikus jelek alapján, meg az utasításaim a hallottak alapján oldották meg a feladatot. Most első osztályba sem tudunk még igazán kielemezni egy szöveges feladatot, de meg tudjuk oldani. Ennek ellenére se írni, se olvasni nem tudunk, de már feladatot oldani, azt igen. Ez remek hír azért. Hát nekem a következő kérdésem az lenne, hogy vajon egyedül csak a Lego matek az, amit használsz, vagy van más formája is ennek, amit már használsz? Mert én tudom, hogy hallottam olyat, hogy ez kiváló módszer nyelvtanulásra is például, és ha használod, akkor van-e hozzá program, például román nyelvtanulásra gondolok elsősorban? Tehát két teljesen külön készletről beszélünk. A Mortumet 1-2 az a matematika oktatásában alkalmazott Lego készlet, amely összesen 48 matematika órára biztosít témát, feladatlapot, interaktív tábla alkalmazást. Azon kívül van egy másik fajta Lego készlet, oktatási Lego anyag, amely a Story Starter, ez egy a történetmesélés lényegében az angol nyelv tanulásához lett összeállítva, de hát abszolút meg lehet oldani azt, hogy a román nyelv tanításához is alkalmazzuk. Ehhez nincsen kidolgozva interaktív tábla, feladatprogram, de anélkül is nagyon eredményesen alkalmazható. Mi most első osztályban, már tavaly is egy picit belekóstoltunk, de most elsőben, mivel még mindig beszédkészség fejlesztés van románból, nincs írás-olvasás tanulás, tehát abszolút arra alapozunk, hogy most nekünk minél jobban meg kell tanulni az alapszavakat, kifejezéseket kérdezni, válaszolni, és ezzel a készlettel meg tudjuk valósítani, és bizonyos témaköröket kirakunk Lego elemekből, a gyerekek a saját elképzeléseik alapján még gazdagíthatják az adott feladatot, és aztán következik az, hogy én kérdezek, hol található a szobában mondjuk a cica, merre van a Max, vagy a Mia, hol áll, hol helyezkednek el, mit vásároltak, mit hoztak, mit hova tesznek, egymástól kérdeznek, válaszolnak a kérdésemre, vagy végrehajtják az utasítást, amit én mondok, és közben persze rakosgatják a játékokat, és annyira imádják, hogy boldogan románoznak, akár másfél-két órát is, ami egyébként nem jellemző egy magyar anyanyelvű gyermekre, hogy nagyon imádná a román nyelvet. És most, hogyha bemegy az osztályunkba, és megkérdezed, hogy szeretitek a románt, biztos, hogy azt fogják válaszolni, hogy nagyon. Az imént már említetted, és akkor egyszer egy héten használod ezt a módszert, akkor ezzel nem lógsz ki tulajdonképpen az előírt menetrendből, mert azért van egy tanrend, amit be kell tartani. Igen, igen, igen. Tehát lényegében van, amikor kétszer is. De egyszer legalább, az a minimum. Van, hogy kétszer, háromszor is matekozunk. Az adott feladatlapokhoz már én találtam ki hozzá hasonló feladattípusokat, és
azt is meg tudjuk csinálni. És akkor ezekhez van programod is, vagy ezeket külön használod az okostáblától mondjuk? Mert tehát, azt említetted, hogy az okostáblához igen, ehhez a 48 órához megvan az okostáblán is a program, készen van. És hogyha valamelyik témakörhöz még van ötletünk, akkor azt is hozzá lehet még szerkeszteni. De én még ilyen ügyes nem vagyok, hogy ezt is meg tudjam csinálni, de meg fogom ezt is tanulni. De addig is már volt olyan, hogy én kitaláltam egy teljesen új feladatot, az adott elemekből, ami ahhoz a feladatlaphoz kapcsolódott, kirakták a gyerekek, és azt is meg tudtuk csinálni az interaktív táblán, azok azt is meg tudták építeni, csak plusz elemeket nem tudtunk oda bevinni, de tökéletes volt így de is. Akkor ehhez van egy programnyelv is, hogyha program, és akkor van egy programozó, vagy nem tudom, hogy tehát nagyon egyszerű is, igen, le van írva az is, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Ez a következő célkitűzésem, hogy én önállóan én is tudjak összeállítani még feladatlapokat, mert annyira szeretik a gyerekek, hogy az, ami most az mostani tudásuknak megfelel, így decemberig, azt már kiaknáztuk. És az már sokszor olyan dolgokat csinálunk, amit második osztályba kellene. Hoppa. De azt se szeretnénk még azért túl előre rohanni az időbe, de nem probléma, mert megoldjuk ezt is, és de kreatívak látom, vagyunk. Látom, hogy te is nagyon lelkes vagy a módszert illetően. Mesélj még róla, hogy honnan ez a nagy lelkesedés, mert azért vannak másfajta alternatív tanítási módszerek is, amik eredményt hoztak. Miért pont ez? Tulajdonképpen ez nem tudom, hogy miért pont. Ez is. Én azt kell mondjam erre, hogy a válasz, hogy ez is. Én a step by step-ben, de mielőtt nem step by step-ben tanítottam, azelőtt abban a 20 évben is próbáltam a tanításba mindig bevonni új dolgokat, újdonságokat, akár nem csak a matematika tanításába, hanem a magyar nyelv, az anyanyelv oktatásához, a betű, az írás-olvasás tanításához is, vagy a román nyelvhez is, mert mindig azt akartam elérni, hogy a gyerek ne azért tanuljon, mert muszáj neki tanulni kényszerből, hanem önszántából, és örömmel jöjjön a suliba. Igaz, hogy azért elvárom, hogy amit meg kell tanulni, azt meg kell tanulni, azt jól kell tudni, mert csak akkor válik igazán eredményessé a munkánk, hogyha vannak bizonyos szintek, amit el kell érni, és meg kell valósítani, de mindezt próbálom mindig valamilyen kis apróbb, nagyobb ötlettel megfűszerezni. Hát bennem fölvetődött egy kérdés, ugye a mai oktatási rendszerben nagyon sok panaszt hallunk arról, hogy nagyon nehéz fegyelmezni a tanulókat, és akkor az jutott eszembe, ha ráadásul még egy játékot is beviszek és a kezükbe adom, akkor problémát jelenthet ez, szóval fellazítja eleve a fegyelmet, vagy egyáltalán kell-e fegyelmezned őket, vagy hogyan befolyásolja ez a figyelmüket és a fegyelmüket? A Legóval való oktatás folyamán nem kell fegyelmezni a gyerekeket. A figyelmüket azért felhívtam első perctől kezdve arra, hogy nagyon kell vigyázni minden Legó elemre. A matek Legóban 520 kis elem található a tálcán. Ez nagyon sok, így már első hallásra is. És képzeld el, hogy az első osztályosaim önállóan tudják, hogy melyiknek hol a helye, csoportosítva teszik a dobozba. Ha egy lepottyan a földre, annyira szeretik és féltik minden kis elemet, azonnal ugranak és veszik fel a földről, és visszateszik pont oda, ahova kell. Akkor ezzel rendet is tanulnak. Abszolút. Nagyon vigyáznak rá. És annyira leköti őket, hogy külön arra nem kell sohasem
figyelmeztetni őket, hogy fegyelmezettek legyenek. Természetesen, ha rakosgatnak, ha építenek, akkor egy kis zörgés vagy zaj van, de nem probléma. Nem erre gondoltam, igen, hogy egy kis zörgés meg zaj, mert mondjuk mocorogni a padba az természetes dolog. Igen. Én se bírok egy óra hosszat egy nyugtomba ülni. Így van, de itt ugye aktívak lehetnek a gyerekek, dolgozgatnak, építenek, játszanak. Amikor a táblához mennek, az egy újabb kihívás, hogy ott is az interaktív táblán is ügyesen megcsinálják. Ahogy befejezték az építést, és valaki kimegy a táblához, akkor mindig vele megy egy társa, aki viszi az alapra megépített adott modellt magával, hogy lássa az osztálytárs, hogy volt az pontosan elhelyezve az alapon. Ő építi a táblán, az egész osztály annyira síri csendben van, és koncentrálnak, és figyelik, hogy na most mennek a kis Lego elemek az újja érintésére, és mint egy varázslat. Tehát nem kell mondani, hogy most csendben legyetek, most mindenki odafigyeljen. Ez abszolút természetes nekik. Ha sikerül, akkor megtapsolják egymást. Vagy például a nyelvi Legóval kapcsolatosan volt egy alkalommal, hogy Bukarestből érkeztek vendégek hozzánk a Legóterembe, és egy bemutatót kellett tartsunk. A bemutató felénél azt mondták a vendégek, hogy na, most már nekik ennyi elég is lenne, mennének vissza, de még előtte kérdezgetni akartak a témával kapcsolatosan, és már arra nem volt idő, hogy az osztályt visszakísérjem a tantermünkbe, és ők ültek tovább a padokban, én pedig beszélgettem a vendégekkel. Körülbelül egy fél órát még magyarázni kellett nekik a dolgokat, és teljesen csendben voltak, és mikor elmentek, megkérdeztem, hogy de hát mit csináltatok, gyerekek, amíg itt voltak a vendégek, mert nem szóltam rájuk, nem kellett figyelmeztetni, hogy csendben legyetek, ne dumáljatok, ne fészkelődjetek. Hát, tanítónéni, gyakoroltunk. Igen, meg a szívüket. És ők románul gyakoroltak, románul a kis Megszet és a Miát, a románórán Rádusi Áná, azok jöttek, mentek, bemutatkoztak egymásnak, vásároltak egymástól zöldséget, gyümölcsöt, pont az, mi az adott téma volt, és tökéletesen, ügyesen eljátszottak, ráadásul románul. Akkor ezek szerint a fegyelemnek is jó ez a Lego módszer, és említetted itt a szünetben, hogy egy csomó területet érint, és azt szeretted volna tulajdonképpen tudatosítani, vagy szeretted volna, hogy elhangozzék, hogy mit is fejleszt akkor ez a gyerekeknél? Igen, tehát elsősorban, ahogy megkapják a gyerekek az adott feladatot, figyelmesen kell meghallgassák, koncentrálnak, összpontosítanak, megfigyelnek, aztán tapasztalás útján jutnak el a feladat megoldásához, hiszen kirakják, kiszámolgatják az egységeket, vagy hogy megvan adva egy feladat, hogy azt a típusú feladatot 6 Lego elemből kell felépítsék, és akkor gondolkozni kell, hogy az hogy fog kijönni nekik 14 egység hosszúságú kígyó, de csak 6 elemet használhatnak, és nagyon kell koncentráljanak. Játékos formában, tehát játszva tanulnak. A következő dolog az, hogy nagyon fontos az is, hogy amit az imént már említettem, hogy a tapintás, a látás és a hallás egyszerre aktivizálódik. Kreatívak kell legyenek. Kihangsúlyozzuk sokszor, hogy minél több megoldást találjanak egy adott szám bontására vonatkozóan például. Logikusan kell gondolkozzanak, kell tudjanak beszélni is, mert mikor kimennek a táblához, el kell mondják a saját megoldásukat. Ugyanakkor az esztétikai, az ízlésüket is fejleszti, az esztétikai készségük is finomodik. Hú, tehát szinte még sorolhatnám sokáig ezeket. Tehát elképesztő, hogy mennyire sokoldalú fejlesztés ez a gyerek számára. És végül is egy nagyon boldog, motivált, magabiztos gyermekké tud válni. Ez a legfontosabb, hogy a gyerek az magabiztos és boldog legyen, és az meg, hogy motivált, az a mai világban meg pláne szuperül hangzik. Igen. Akkor nekem még mindig az a kérdésem, hogy esetleg másik kolléganőd is használja-e, szóval használja-e más is itt Székelyhídon ezt a módszert?
Püsök Julián a tanítónő, Julcsi, ő is ott volt velünk edelényben, ő is foglalkozik a gyerekekkel, az osztályával, a román nyelv tanításában. 100%-osan, mivel ők már negyedik osztályosok, szerintem a matematika az már, ez első-második osztályosoknak van kidolgozva, ez már nekik egy kicsit egyszerű volna, de a többiek is szeretnék alkalmazni, én már tartottam nekik is egy pár kis bemutatót, úgyhogy ők is kipróbálhatták, mintha gyerekek lettek volna. Edelényben az iskolában is ott voltak, és én bízom benne, hogy aktívan fogják használni a közeljövőben. Nagyon sok első, vagy nulladik osztály indult ide Székelyhídon, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok, és akkor szerintem üdvös lenne, hogyha ha azok a gyerekek is hozzáférhetnének ehhez a módszerhez, talán segítene nekik mindenképpen a tanulásban, vagy abban, hogy rájöjjenek arra, hogy tanulni nem rossz dolog, és ezt én személy szerint fontosnak tartom. Van-e még valami, amiről szeretnél beszélni? Hát nagyon sok, erről a témáról még rengeteget tudnék mesélni, de az a lényeg, hogy én biztatok mindenkit arra, hogy adja a gyereknek a kezébe a legót, akár csak otthon, egyszerűen a gyerekszobában, és ki lehet hozzá találni feladatokat, hogy ne csak abból álljon a legózás, hogy megépítünk egy adott típusú autót, vagy egy bizonyos fajta valamit, ami a dobozra rá van rajzolva, és onnantól kezdve a polcra letesszük, és nem használjuk tovább, hozzá se nyúlunk, hanem próbáljon a szülő is kreatív feladatokat adni a gyereknek. Az iskolában pedig minden kollégámat, kolléganőmet csak biztatni tudok arra, hogy bátran vágjon neki, mert a tanítóknak, a mi jól képzett tanítóinknak, akik itt vannak Székelyhídon, ez nem gond, és ők képesek arra, hogy alkalmazzák a módszert, úgyhogy csak mindenkinek azt mondom, hogy bele kell vágni és csinálni kell. Hát én meg köszönöm szépen egyáltalán, hogy időt szakítottál ránk, és hogy eljöttél ide a stúdióba, hogy elmeséld mindezt. Kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, és még akkor nagyon sok erőt a tanuláshoz, mert ha jól értettem, akkor még nagyon nagy út áll előtted ilyen téren, ha már programozni is meg szeretnél tanulni. A többieknek pedig azt kívánom, hogy kövessétek Kati példáját, és próbáljatok meg minél több interaktív, legós interaktív játékot, vagy órát tartani a kisgyerekeknek. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és mindenkinek szép napot kívánok. Ne felejtsétek el megkeresni YouTube csatornánkat, Facebook oldalunkat, üzenjetek nekünk, írjatok nekünk, ha van olyan téma, amiről hallani szeretnétek, vagy van olyan témátok, amit publikussá szeretnétek tenni, bátran keressetek meg bennünket. Na, mindenkinek szép napot. Köszönöm, Kati. Nagyon szívesen. Viszlát. A Rádióér Szeretlek Székelyhíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székelyhídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. I got to move.